A történelmi Magyarország területéről közel 800 ezer embert hurcoltak el a szovjetek a gulág haláltáboraiba. Közülük mintegy 300 ezeren nem tértek haza. Sokan Szibéria fagyos földjében alusszák örök álmukat. Ők azok, akik nem bírták ki a kegyetlen bánásmódot, az éhezést, a zord időjárást. A Kolima folyó melletti uránbánya a legkegyetlenebb haláltábor volt. Ide azok kerültek, akiket gyorsan el akart tenni láb alól a szovjet hatalom. Egy kárpátaljai férfi csodával határos módon élte túl a megpróbáltatásokat. Minden Isten legnagyobb dicsőségére. Tóth Miklós azt a tetoválást mutatja, amelyet a 3 hónapos előzetesben tetováltatott a kezére a KGB ungvári börtönében. Azért került ide, mert 17 évesen meghallgatta egyik ismerőse versét, amely az elfojtott szabadságról szólt a szovjet diktatúrában. Még 20 fiatal került emiatt börtönbe, besúgók jelentették fel őket. Mindig este vagy éjszaka valadtak minket, szóval, hogy akkor kellett menni, nehogy elaludjak véletlenül. Na most minden az volt, hogy mindenütt az a kérdés volt, hogy hogy tudtam meg ezt a verset, hogy hol hallottam, mikor. És én mondtam nekik, hát én mondom, csak úgy hallásból hallottam a másiktól. Nem igaz, mert ti összeesküdtetek, azt mondja, a Szovjetunió ellen. Tóth Miklóst 1948-ban bűnszervezetben való részvételért, lázítás és szovjetellenes tevékenység miatt ítélték el. Mivel nem volt hajlandó társaira vallani, vallató tisztje megígérte neki, hogy elküldi az örök fagy hazájába. Ígéretét be is váltotta. 12 ezer kilométerre, Szibéria egyik távoli csücskébe, a Kolima folyó közelében kialakított gulág táborba vitték marhavagonban. Tóth Miklós súlyos fagyási sérüléseket szenvedett, lábán még most is látszanak a sebek. Nem csoda, hiszen Kolimán gyakran mínusz 70 fok közelébe süllyedt a hőmérséklet. 61 foknál még menni kellett a munkába. Már ha 62 volt, akkor nem mentünk munkába. Aki beleesett ott a hóba, az ott is maradt örökre. Ott nem lehetett onnét kihúzni, mert ha mentél utána, akkor te is éppen ott maradtál. Senki nem törődött azzal, ha valaki meghalt. Egy év alatt 3000-ről 300-ra csökkent a foglyok száma. A sugárzás, az ilyen rengeteg kén volt benne ebbe az urániumba, amit ki kellett égetni. Na mostan, de mielőtt még kiégették volna, addig ottan maga az a kén szag, az megfulasztotta az embereket. Meg mondom, az uránium por, az rengeteget. Tudták, hogy megszökni nem tudnak, mert ha megszökik, vagy éhen hal, vagy a farkasok széttépik őt. Tóth Miklós 4 évet kibírt az uránbányában. A következő 4 év az erdőirtáson a korábbiakhoz képest már kirándulásnak tűnt neki. 1956-ban hazaengedték. A Nagyalmáson gyalog lassan végigmentem a Huston. Hát őszintén beszélve, én mikor elérkeztem a templomig, a templomnál 3-szor térden állva, körülmentem a templomot, körüljártam. Hálát adva az, hogy még egyszer itt vagyok. Még egyszer itt vagyok. Hogy mégiscsak élek. És mégiscsak megmenekültem attól a sok katasztrófától és attól a sok haláltól. Nem véletlenül vezette haza Tóth Miklóst a gondviselés, vagy ha úgy tetszik, a magyarok istene Szibériából. Családot alapított, feleségével 5 gyermeket neveltek fel a ma már szórványvidéknek számító Huston. Jelenleg 13 unokája, 5 dédunokája és 1 ükunokája van. A 87 éves Miklós bácsinak a szemefényei. A család mellett az istenhit volt számára meghatározó az életében. 20 éve a főleg karitatív tevékenységet végző világi ferences rend tagja. Nem utolsó sorban igen nagy valószínűséggel az egyetlen élő magyar ember, aki megjárta a kolimai poklot.